A Palatinuson ismerkedtünk meg. Június volt, ő a medence szélén ült, piros bikiniben. Augusztus volt, sárga fürdőruha volt rajtam, és a Dunaparton történt. Meghívtam egy fagylaltra. Ő sört ívott. Strand után moziba mentünk, a sötétben a vállamra hajtotta a fejét. Mert nem láttam az előttem ülőtől. Aztán beültünk egy presszóba. Késő este kísértem haza. A boldogságtól szinte megrészegült. Meg attól a négy konyaktól. Gyalog mentünk át Budáról Kőbányára. Mert sajnálta taxira a pénzt. Az úton hozzám simult. Az úton rám támaszkodott. Másnap felhívtam a munkahelyén. Nagy Idát kereste. Én kis Irén vagyok. Azt szerettem benne, hogy más volt, mint a többi. Azt mondta, hogy az édesanyjára emlékeztet. De kiderült, hogy az ő édesanyjára. Magas volt, szőke és kék szemű. Most köpcös és se színű. Miattam rúgtam ki az összes fiúmat. Akik ott vigyorogtak rajtam az esküvőn. Ahová a szülei el se jöttek. Mert akkor volt a válóperük. Az anyósom ragaszkodott a templomi esküvőhöz, és nekem a kis titkárom volt a tanú. Aki álszakált ragasztott. De leesett róla. Az apjának azt fájt, hogy én csak egy gépírónő vagyok. Az anyja mindenkinek velem hencegett. Mert azt hitte, hogy valaki lesz a vejéből. Én gépeltem a diplomamunkáját. Ezért nem fogadták el. Csak a másodikra sikerült. Mint a nász éjszakán. Én gyengéd voltam és figyelmes. Ügyetlen és balfáztál. Az apósom egész éjszaka fel alá járkált az előszobában. Mert nem mert elaludni. Hogy ne zavarjon minket a horkolásával. 7 hónapig laktunk a szüleimnél. Nekem 20 évnek tűnt. Mindig az anyja főztje után sírt. Mindig sírtam az anyja főztje után. Szabadon engedte a papagájt. Anyu tanította meg beszélni. Mert egyet is sok volt hallgatni belőle. Fél órákat töltött a vécén. Mert egyedül ott volt nyugalmam. A papa az én fokrémemmel borotválkozott. Még hogy a papa, Géza bácsiszta. Ő meg Imre öcsémezett. Anyuka segített beosztani a pénzünket. Úgy kellett visszanyernem tőle kanasztát. Nekünk gyűjtötte. Ő segített berendezni a lakást, amit végre megkaptunk. Amit végre megkaptam a vállalattól. Anyuka vett nekünk egy automata mosógépet. Nekünk, hogy kimélje a kislányát. Az én apám viszont egy valódi olajfestményt adott. Ami őt ábrázolta. Végre együtt voltunk. Hozzáláttunk a családtervezéshez. Szerettünk volna egy gyereket. De 2 lett. A kislányok, mint 2 tojás, úgy hasonlítanak az anyósomra. Csecsemőkoruktól tudományosan nevelem a gyerekeket. Ellenem. Fizetésből alig tudtunk kijönni. Piperére mindig tellett. Meg a haverokra munka után. Azok nem haverok voltak, hanem kollégák. Ivócimborák. Pedig kismama klubot rendezett be a lakásban. Minden barátnőmmel kikezdett. Büszke lehetne rá, hogy tetszettem nekik. Dugi pénze volt. Amit mindig megtalált. Megfeledkezett a születésnapomról. Merő udvariasságból, hogy ne öregítsem.
Engesztelésül nyaralni vittem Bulgáriába. Csak mert tudja, hogy nem bírom a napot. Akkor minek járt a Palatinusra? Már én is megbántam. Betelt a pohár. Amikor hozzám vágta. Holnap lesz az első válóperi tárgyalásunk. Tegnap volt a békéltető tárgyalásunk. Kéz a kézben jöttünk ki. Összebújva sétáltunk haza. Mint régen. Mert sajnálta a pénzt taxira.